van-e bármi jó vagy vicces, vicces történetük Debrecennel kapcsolatosan így? Ez nekem van, az van óriási, van, nekem Debrecenről nagyon sok történetem van, mert hogy én a Pantarei együttesben játszottam 1979 és 80-ban, és rendszeresen jártam próbálni a zenekarral ide Debrecenbe, és ott laktunk a Szalai Andrisnál, és onnan mentünk a Kossuth Egyetemi próbahelyre próbálni, és ott ismertem meg a Csokonai éttermet. És nekem, és a zenekar többi tagjának is a Csokonai étterem, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy mi évekig, bármikor Debrecenbe jöttünk, beültünk a Csokonaiba. Azzal kezdtük. Azzal kezdtük, még amikor úgy jöttünk már leve, hogy be lehessen ülni, és megettük a Csokonai levest, ami egy gulyáslevesszerű, de savanykás és nagyon pikás. És hát imádom, szóval azt kell, hogy mondjam, hogy Debrecennek a hangulata számomra személyesen egy nagyon pozitív, a múltamból egy visszaintegető kis zászló. Tehát 1979-80-ból integet egy pozitív zászló. Ez gyönyörű. Ez az, én nem tudok olyan nagyon izgalmas dolgot mondani Debrecenről, ami a nyilvánosságra tartozna. Mondj egy olyan, ami nem tartozik. Olyat tudok mondani, nem kezdjük szolidan. Tehát az én édesapám debreceni születésű. Ez egy, tehát ezt így tegyük félre, tehát ő debreceni. Tehát ez a kötődés megvan. Nekem volt egy újságom, a Szemtanú, amiből amikor könyvet csináltam, egy debreceni nyomda nyomtatta. Na. A kettő között voltak azok a dolgok, amelyekről hát sajnos nem beszélhetek, de volt egy barátnőm a 80-as évek végén, aki ide a KLT-re járt, és nagyon közel álltunk egymáshoz. Én megtettem érte azt is, most hirtelen beugrott, mert azt épp meséltem útközben többieknek, hogy akkor nyílt az első McDonald's Budapesten, az az egy volt, és nagyon szerette a McDonald's-ot. És vásároltam neki éjfélkor egy fishburgert, és azzal 140-nel letéptem ide hozzá Debrecenbe, és nagyon örült neki, a többi az nem rátok tartozik. Az már nem nyilvános. El lehet képzelni, hogy örültek egymásnak a fiatalok. Kérjük a következőt. Igen, akkor, fel, akkor kelleni fog a korhatárt a videóra rárakni, hogyha így folytatjuk. Már most. Lépjük dúl. A következő kérdés van, az van, hogy nemrég voltak egyébként Debrecenben, nemrég időzőjelben, ugye a Lovardában. Igen. A jubileumi, exkluzív jubileum 40 éves koncertjükön, és az van a kérdés, hogy hogy érezték magukat, és most hogy érezték magukat ezen a koncerten. Mondd azt, hogy jó. De ugye vagy most ezzel azt derül ki, hogy mi összebeszélünk. Tehát az a helyzet, hogy... Vagy mintha nem lett volna jó. Jó, tehát nagyon jó volt minden. Tehát egyszerűen visszavonhatatlanul én szeretem Debrecent, tehát ez zsigeri dolog. És a Lovardában is szeretek fellépni, meg itt, és már nem egyszer léptünk föl más helyeken is. Hát az utóbbi időben pár év, hát már eltekintve a Covid, a Roncsbár volt az is. Roncsbár! Meglepően jó hangulat. Már azért, mert klubban ritkán játszunk. Tehát így van, így van. Tehát... Figyú, tehát a következőt kell látni a KFT zenekarról, hogy a KFT zenekar az értelmiségi zenekar, és az értelmiségi közönséget vonza. Tehát mi mindig ott voltunk sikeresek, ahol egyetemi város van. Ugye? És azért ez a Debrecen, az egyetemi város, vagy te bármi, tehát mondhatom, hogy Győr, vagy Szeged, vagy ilyesmi helyek. Ott mi mindig jók voltunk. Miért? És tessék megnézni, hogy most mi volt. Most mi volt, tehát csak a végére láttam, hogy mekkora nagy tömeg volt, kíváncsi a közönség. Tehát ez legalább egy másfél ezer ember vagy kettő. Tehát azok ide jöttek, tehát ez, az nagyon sok, lehet, hogy több. Tehát én csak azt láttam, hogy több ezer ember. Tehát minket szeretnek, érted? Debrecenben szeretnek minket az emberek, és ez a jó, hogy ez egy kölcsönös szeretet. Mert mi is szeretjük a debrecenieket. Ja, és még egyet, hogy figyeltétek, hogy a kórus, hogy mit énekelt? Hogy végig énekelték az énekeltetésben azokat a jó kis
minden, tehát gyakorlatilag és tisztán. Tehát itt azért, bocsánat, az oktatásra helyezem a centrumot ebben a pillanatban. Nekem nagyon komoly gondolataim vannak avval kapcsolatban, hogy az oktatás rendkívül fontos. Tehát az, hogy az emberek kulturálisan, művészileg és egyáltalán átlátásilag, világnézetileg emelkedjenek, szerintem ez az emberiségnek ez egy célja. Az ember, maguk az emberek a céljuknak tekintetik, hogy ők emelkedjenek. És itt Debrecenben is természetesen. És hogy hozzáteszem a Debrecenhez, hogy itt közben emelkedett a közönség, mert kristálytisztán, ritmikusan végig énekelték a kórus feladataikat, amikről nem is tudtak. Tehát ők nem tudták, ez az több ezer ember, hogy én majd énekeltetni fogom őket, és kristálytisztán, ritmusban énekeltek. Hát most kész, tehát így összeteszem a kezemet, és még amikor a hármas ommot énekeltük, ami már egy spirituális lépés, mert én ezt nagyon komolyan veszem, tehát az, amikor három ommot mondunk, akkor az tényleg az univerzum centrumába szól. És onnan ered az intelligencia. Tehát ez az egész világ, ami egy intelligens létezés, ez az univerzum centrumából csurog ki. És amikor... én így látom, mert lehet, hogy egy kicsit naív vagyok, de én ezt érzem. És hogy amikor megszólítjuk az ommal, mert az om az az alapmantra, az egész létezés az Om mantra rezgésén van, és itt teszem hozzá, hallottatok ti a... Ne, figyeljetek, ez egy nagyon lényeges üzenet. Tudtok ti a Szalai testvérpárról? Szalai András, Szalai László, akik a Panterejnek a basszusgitáros, illetve szólógitáros funkciójában játszottak, csak a Szalai, nem, Lemnászkó, bocs, Szalai Sanyi. Szalai Sanyi, Szalai András, testvérpár. A szüleik atomfizikusok. Tehát őrület. És ők maguk is. Tehát a Szalai Sanyi atomfizikus, részecske kutató, világűrkutató atomfizikus. Debrecenből. És a Szalai András meg akusztikai szakember, aki akkora nagyjá nőtte ki magát, hogy a Yamaha cégnek a effektfejlesztési szakembere, tehát hogy például elektromos fuvolát fejleszt, meg szintetizátor, mindent. Tehát ők nekik volt, a Panterej együttesnek volt először 1979-80-ban szintetizátorja, Moog szintetizátor, ők építették. Na, ez a két szakember, ezek összefogtak, a testvérpár, és a világ egyetem atom elrendezési, anyagelrendezési struktúráját feltérképezték, és ők jöttek rá arra, hogy az anyagelrendezés a világegyetemben az a felhangsor mátrixa szerint működik. Tehát, hogy, és megtalálták az ősrobbanás alaphangját. Tehát ez egy óriási színuszhullám, ami 200 ezer fényév hosszúságú hullám. Ez az alap, amin minden rezeg. Ezt ők megtalálták. Hát ne szórakozzunk, Debrecen! Debrecen! Szalai Sanyi, Szalai András! Tehát figyelj, világegyetem kutatási szempontból ők egy óriási dolgot találtak ki. És én velük zenéltem. Értitek? Tehát ez egy nagy dolog. Ez egy nagy dolog. Úgyhogy itt ez a Debrecen, ez egy nagyon komoly hely. Beszélve a debreceniről, ugye az is milyen finom, az egy pár debreceni. Pár kolbász. Pár kolbász, igen, csak hogy visszatérjünk a valóságba. Bár hát nem valóság, ez is valóság, csak hogy mondjuk az anyagi valóságba. Persze, hát az is végül is a kvantummechanika, a kvantumfizika törvényei, abban épül föl egy debreceni is, hát abban is csak elektronok vannak. Abban is atomok persze, vannak. Persze, kvarkokból épül föl az a pár debreceni is. Sőt, molekulák. És ez hát az érdekes. Igen, a debreceni molekula. Debreceni molekulákból épül föl a debreceni páros kolbász, amit én gyakran fogyasztok. Na, nagyon örülünk, és egy záró kérdésem lenne még itt feltartásul, mégpedig az, hogy egy ilyen
jó humorral megállott, ilyen iróniával dolgozó és értelmiséget mozgató zenekar tagjaiként mit tudnának mondani, ugye a mai fiataloknál nagyon gyakori a depresszió, a kiégés, a pánikrohamok, stb. És mit tudnának tanácsolni mondjuk nekik, nem ilyen aforizmatikus kérdés akár az de mégis mondjuk valami, akár valami élettapasztalat alapján, vagy hogy mégis hogy látják ezt, mit gondolnak, hogy segíthetne esetleg ezeken a fiatalokon? Én szeretném, hogyha Marci is, meg én is elmondhatnám a véleményünket, mert mi nem teljesen ugyanazon a véleményen vagyunk, bár baráti véleményen. És én kíváncsi vagyok az ő tapasztalataira, amit ő átadna a mai fiataloknak arról, hogy, amit kérdeztél. Én átadom a mikrofont, és akkor kezdhetjük Marcival. Hogy... Kezdhetjük velem. Nagyon át kellene gondolni, vagy nem. Mondd csak, ami ez nem. Nem túlságosan ironizálva azt mondanám, hogy semmit. Tehát nem tanácsolok semmit. De én azt gondolom, hogy ezzel járnának a legjobban egyébként. És persze innentől nagyon hosszan lehetne beszélni, hogyha az ember elkezd tanácsolni valamit, akkor azt miért is fogadnák meg például én tőlem? És egyáltalán miért fogadnák meg? Tehát ki vagyok én? De sok más embertől is miért fogadnák meg ezt a tanácsot? Plusz, ha úgy döntenek, hogy megfogadnak egy tanácsot, nagyon nehéz megfogadni és megtartani és teljesíteni egy tanácsot. Hát valahogy azt gondolom, hogy egy kicsit, ha már valamit mond az ember, de csak így vagdalkozva lehet egy ilyen nagyívű kérdésre válaszolni, és hogyha elkezdem, hogy egy picikét komolyan venni, mert nem akarom nagyon komolyan venni, akkor azt mondom, hogy tartsanak egy kis távolságot attól, amik ők úgy, ahogyan ők a mindennapokban vannak. És akkor próbáljanak egy picit úgy szünetelni, és úgy távolabbról ránézni magukra, és hogyha sikerül, akkor talán meglátnak valami olyat, amivel segítenek magukon. De erről nyilván nagyon sokat lehet okoskodni, és olyan nagyon okosat mondani, hát én nem is gondolom azt, hogy én úgy szeretnék okoskodni, és én magam is nagyon nehezen fogadok meg tanácsokat másoktól. Az ember így odafigyel, és akkor azt mondja, jó, ezt ő elmondta, és akkor ez hogy is van, tehát hogy felülvizsgálja a dolgot. Ez kell persze valami tapasztalat. Hát nyilván, hogyha valaki 10 éves, 21-22 éves, akkor meg egy olyan svunkban van, hogy eleve nehéz bármit mondani neki, amit ő be tud fogadni. Tehát 17 éves a fiam, és nagyon közel áll hozzám, tehát neki is úgy módjával tudom csak mondani, és nem is nagyon erőltetem, ilyen különböző kis trükkökkel valamiket mond az ember. Úgyhogy ezért térnék oda vissza, hogy semmit. Nagyon jó, én is mondok rá valamit, jó? Nekem nagyon tetszett, amit a Marci mondott, abszolút egyetértek vele, tehát, hogy mindenkinek, tehát egyetértsünk meg, mindenki maga csinálja az életét. És az az érdekes, hogyha most elvágjuk az időszálat, és csak így elmetszük, és azt mondjuk, hogy most nézzük meg, hogy mi volt idáig, akkor sajnos rá kell jönnünk, hogy mindent mi csináltunk. Bárhova mentünk, mi mentünk oda, bárhol voltunk, mi mentünk oda, bármit csináltunk, mi csináltuk, bárkivel ismerkedtünk meg, mi ismerkedtünk meg. Tehát a megoldás csak bennünk van, igaz? Tehát már most látszik, hogy az egész élet, amit csináltunk, azt mi csináltuk. Még akkor is, hogyha mások mondták, hogy mit csináljunk, de mégis mit csináltuk. Tehát nem mentség az, hogy mások mondták. Nem mentség, mert sokan mondtak sokfélét, tehát bármit csinálhattunk volna, de mi mégis azt csináltuk, ami a fejünkben volt. Na most ez a kulcs. Mindenki a maga sorsának a kovácsa. És ehhez képest képzeljétek el, hogy a nagy felismerésem az, hogy mostantól lehet másképp. Mert ha más csinálok, más lesz. Ha mást gondolok, más lesz. Ha mást érzek, más lesz. Ha mást akarok, más lesz. Tehát erre figyeljen oda mindenki, hogy ő maga belül, akár fiatal, akár idős, mit gondol, mit érez, mit akar. Mert az fogja eredményezni az életet. És egy törvényszerűség, hogy amit az ember csinál, az van.
Tehát, ha én dühös vagyok, akkor a világomban düh van. Hm? Ez egy lényeges dolog. Attól van a világomban düh, hogy én dühös vagyok. Tehát, hogy ha dühömet megfékezem, akkor a világomban nincs düh. Hm? Tehát ennyi. Ez egy gyönyörű zárszó.